Jó reggelt kívánok, 8 óra van, ez a híradó az M1-en, Székely Áron vagyok. Jobb, ha van harmadik oltás, mint ha nincs, ezt mondta Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök kiemelte, ha valaki jelentkezik, 2 héten belül megkapja a harmadik oltást az ország bármely pontján. A kormányfő felhívta a figyelmet, hogy a járványnak lesz negyedik hulláma, a súlyossága azonban attól függ, hogy hányan oltatják be magukat. Aki pedig nem kéri a vakcinát, veszélyben van. Biztatni kell mindenkit, hogy oltassa be magát. Minden egyes oltás az csökkenti a negyedik járvány súlyosságának a kockázatát. A fiatalok azt hiszik, mert ettől fiatalok, hogy ide nekik az oroszlánt is, meg őket nem fogja a golyó. Ez nem így van, ez egy olyan vírus, ami őket is eltalálja, és az oltás egy golyóálló mellény a fiataloknak is. A fiatalokat is kérem, hogy oltassák be magukat. Jövő héten ismét oltási akció lesz az iskolákban. Beadják a második adag vakcinát azoknak a 12 év feletti diákoknak, akiket 3 hete beoltottak. Csak nem 50 000-en kapják meg. A pontos időpontról és helyszínről előzetesen mindenkit tájékoztattak. De várják azokat is, akik eddig még nem kérték az injekciót. Lehetőség lesz újra az oltás felvételére. A szülők az intézményeknél tudják jelezni, ha szeretnék beoltatni a gyermeküket. Magyarország 20 lélegeztetőgéppel segíti Moldova koronavírus elleni védekezését, jelentette be Szijjártó Péter Kisinyovban. A külügyminiszter azt mondta, a pandémia nem ismer határokat, így világos, hogy milyen mértékben vannak egymásra utalva a világ országai. Hozzátette, a negyedik hullám már a nyakunkon van, amely ellen az oltás jelenti a legjobb védelmet. A NATO főtitkár felkérésére mai napon 20 lélegeztetőgépet adományoztunk Moldáviának, annak érdekében, hogy a moldávok ellenálló képessége a világjárvánnyal szemben erősödjön, és hogyha nehéz helyzetbe kerülnek itt betegek, akkor az ő életüket is meg tudják menteni. A világjárvány világossá tette, hogy milyen mértékben vagyunk egymásra utalva, ezért ennek jegyében Magyarország segít minden olyan országnak, amely rászorul a segítségre. Október elejétől nem kell koronavírus tesztet csináltatniuk az angliai beutazás előtt azoknak, akik a védőoltás mindkét adagját megkapták, jelentette be a brit közlekedési miniszter. Az október 4-én életbe lépő intézkedés csak azokra érvényes, akik nem a brit kormány által a vörös kategóriába sorolt országokból utaznak Angliába. A miniszter bejelentette azt is, hogy a jövő hónaptól csak a vörös, vagyis a legmagasabb járványkockázati besorolás marad meg, a többit nem használják tovább. Magyarország jelenleg a sárga kategóriában van. Az összödi beszéd után nem csak véresre verték az embereket, hanem becsapták őket és ellenükben kormányozták az országot. Erről Orbán Viktor beszélt a Kossuth Rádióban az összödi beszéd kiszivárgásának 15. évfordulóján. A kormányfő hozzátette, ijesztő dolog, hogy aki ezt az egész helyzetet előidézte, a beszédet elmondta, hazugsággal került kormányra, elvette az emberek pénzét, majd csődbe vitte az országot, még ma is a baloldal vezetője. Gyurcsány Ferencre utalva Orbán Viktor úgy fogalmazott, amiről beszélünk, az a velünk élő múlt, amely itt van, és állandóan vissza akar térni. Ne felejtsük, hogy nem csak arról van szó, hogy véresre verték az embereket, meg becsapták őket, és az emberek ellenében kormányoztak, amiről kiderült, hogy nem lehetséges, mert annak súlyos következményei vannak, hanem gazdasági lépések is követték, vagy megelőzték mindezt. Elvették a 13. havi nyugdíjat, elvettek egy havi fizetést az emberektől, elvették a családtámogatási rendszert. Európában a fizetésekhez képest itt volt legmagasabb a gáz meg a villany, mert 2-szeresére, 3-szorosára emelték az árakat. Tehát azért ennek a beszédnek ma a politikai emlékezete él leginkább velünk, de ennek volt egy gazdaságpolitikai, nagyon súlyos következménye az ország számára. Éveket vettek el az emberek életéből. A megkérdezettek többsége hazugságbeszédnek tartja az összödi beszédet. Ez derült ki a Nézőpont intézet felméréséből, amelyet Gyurcsány Ferenc kiszivárgott beszédének 15. évfordulója kapcsán készítettek. A megkérdezettek 52%-a vélekedett úgy, hogy a beszéd nem más, mint a 2002-2006 közötti kormányzás hazugságainak a bevallása. A felmérésből az is kiderül, hogy a megkérdezettek mintegy 80%-a pontosan tudja, hogy az összödi beszéd Gyurcsány Ferenchez köthető.
Hosszas kutatómunka előzte meg annak a filmnek a forgatását, amely az Összödi beszéd miatt kirobbant eseményeket dolgozza fel. Erről beszélt az M1-en a politikai krimi rendezője. Tegnap jelent meg az újabb előzetese a filmnek, amelynek címe ugyanaz, mint Gyurcsány Ferenc egyik jól ismert 2006-os kijelentése. A filmet október 21-től vetítik a mozikban. Ez korosztálytól független egy borzasztó izgalmas dolog. És egyébként pedig az, hogy egy szerelmes páron keresztül éljük át, és az ő kapcsolatukra is hogyan hat az az időszak, az megint csak a fiatalokat is meg tudja szólítani, de azért ez nem egy korosztályi film. Tehát, hogy ha van olyan film, ami egyébként mindenkit meg tud szólítani, ez műfajában és tematikájában is egyaránt az. A család az apa, anya, gyerek és pont. Erről beszélt budapesti látogatásán Ferenc pápa, akinek szavait Orbán Viktor idézte a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök kiemelte, egyetértés van a családról Ferenc pápa és a magyar kormány között. Orbán Viktor hozzátette, megerősítette őt a beszélgetés a katolikus egyházfővel. A Szentatya ugyanis a családok védelmében folytatott magyarországi harcot a legfontosabbnak nevezte Európa jövője szempontjából. Olyan keményen fogalmazott, mint hogy nekem ez még sose sikerült, ahol azt mondta, hogy nem lehet engedni, hogy relativizálják a családokat, a család az apa, anya, gyerek, és pont. Nem azt mondta, hogy vitatkozzunk, hogy vitassuk meg, legyenek erőségek, az, hogy pont, nincsen róla vita. Sőt, azt mondta, hogy go ahead, ami azt jelenti, hogy csak csináljátok, hajrá, előre, és csinálni is fogjuk. Tehát azt hiszem, hogy összességében ez a látogatás, ez Magyarországot fölértékelte, és személyesen nagyon sokunkat pedig megerősített. A nemzeti konzultáció eredménye alapján itthon döntött a kormány a hitelmoratórium meghosszabbításáról. Erről is beszélt Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök emlékeztetett, hogy a rászorulók továbbra is igénybe vehetik ezt a lehetőséget június végéig. A hosszabbítást a nyugdíjasok, a gyermeket várók és nevelők, a közfoglalkoztatottak és azok a magánszemélyek kérhetik, akiknek az előző évhez képest csökkent a jövedelmük. A vállalkozások esetében azok igényelhetik, amelyeknek az árbevétele legalább 25%-kal csökkent az előző évhez képest. Magyarországnak el kell indítania a helyreállítási és újraindítási programban szereplő gazdaságfejlesztést az ország minden területén. Erről beszélt Varga Mihály Jász Apátiban a Jász Expón. A pénzügyminiszter azt mondta, ezért született az a döntés, hogy nem várják meg a brüsszeli pénzek érkezését, hanem a magyar kormány hitelből, de elindítja a fejlesztéseket több mint 2500 milliárd forint értékben. A magyar gazdaság 2021 második negyedévében elérte, sőt kismértékben már meg is haladta azt a teljesítményt, mint ami a járvány előtti időszakot jellemezte. Legyünk erre valamennyien büszkék, hiszen az Európai Unióban mindösszesen 6 ország volt képes erre a teljesítményre, és olyan országok vannak lemaradva teljesítmény tekintetében, mint például Németország. Átadták az újjáépült lovardát a budavári palota negyedben, ahol egyben megnyitották a kulturális örökség napjait is. A lovardát a hétvégén ingyen lehet megnézni, de országszerte lesznek programok több mint 200 helyszínen. Műemlékeket bemutató sétákkal kulturális és családi rendezvények várják a látogatókat. 500-ról 700 millió forintra emelte a kormány a napokban kiírt nemzetiségi kulturális pályázatok összegét, jelentette be az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár. Soltész Miklós az első budajenői nemzetiségi gasztrofesztiválon arról beszélt, hogy Magyarországon a nemzetiségek egy évtizede békességben élnek egymás mellett. Készül a halászlé a horvát stannál. 12 nemzetiség mutathatta be hagyományos ételeit és kézműves termékeit az első budajenői nemzetiségi gasztrofesztiválon. 2 ételkülönlegességgel készültünk, ami a magyarországi horvátokra jellemző, nem csak a horvátokra értelemszerűen. Ez például egy baji halászlé, ugye Baja a halászlé fővárosa, azt nem kell külön bemutatni. Illetve szerintem nem kell külön bemutatni a sokác babot se, ami a technikai okok miatt sajnos nem, úgymond a kisebb edényekbe készült, hanem így egy nagyobb bográs féleségben. A kilátogatók végigkóstolhatták a hazánkban élő nemzetiségek különleges ételeit. Levesek, húsos ételek és édességek, mindenki megtalálhatta a kedvencét. Itt megkóstoltuk az örmény konyhából egy édességet, ami nagyon ízlett mind a kettőnknek. Aztán most fejeztük be a horvát konyhát, ott is nagyon finomabb voltak, inkább a húsok ízlettek nekünk. Most meg majd körbe szeretnénk kóstolni az összes
alapú konyhát, mert kíváncsiak vagyunk. Az elmúlt években a hazai nemzetiségeket bemutató fesztiválok rendkívül népszerűek voltak, ezért a kormány a jövőre megemelt összeggel támogatná ezeket a programokat. A napokban jelent meg a kulturális pályázatunk, ami jövő évre vonatkozik, egészen október közepéig lehet beadni, és mindenképp örömteli, hogy az eddig is emelkedő támogatási összeget tovább emeltük. Az idei 500 millióról jövőre már 700 millióra pályázhatnak magyarországi nemzetiségek. Az első budajenői gasztrofesztivál idén egy napos volt, de nincs megállás a hétvégén sem. Szombaton és vasárnap szüreti és borünnep várja a kilátogatókat.